Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Profit Faktor legújabb elemző videójában. Abban a videóban, amiről az elmúlt két napban gondolkodtam, összehasonlítottam bizonyos csártokat egymással, és ezek nem kriptós csártok voltak, csupán a kamat emelés, kamat vágás eddigi statisztikáját hasonlítottam össze az aranyal, az S&P-vel, a bitcoinnal, de ami ennél is fontosabb, egy másik indexel. És ez az a másik index, amiről ez a videó szólni fog. Mert arra következtetésre jutottam, hogy nem feltétlenül a kamatvágás az, amire mi igazán várunk. Természetesen a kamatvágás nélkül a bitcoin csártya, árcsártya sem indulhat majd el felfele, de nem biztos, hogy ez lesz az első reakciója. Ezzel kapcsolatban készítettem nektek egy videót. Ha ilyen is hasonló elemzéseket szeretnétek látni, valamint kereskedéssel kapcsolatos posztokat, illetve különböző altcoinokkal kapcsolatos dolgokat, akkor kérlek benneteket, hogy látogassátok meg a videó alatt található Patreon linket, ahol fel tudtok iratkozni a Discord csatornámra. Ott osztom meg ugyanis azokat az időérzékeny tartalmakat, amit itt a csatornán nem érhetsz el. No, menjünk is, és nézzük meg a csártokat, amiket ígértem. Tehát felül itt láthatjátok, hogy Effective Federal Funds Rate, ez egy havi csárt. Itt az első piros vonal, az 2007-es július 1-jei kamatvágást jelöli. Azért ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy azért a 2008-as kreditválságnak azért itt egyéb befolyásoló hatásai voltak az aranyra, a S&P-re is, és természetesen ugye ez a káosz, amit keletkezett, ez inspirálta a Satoshi Nakamotót arra, hogy elindítsa a bitcoin, tehát itt még nincsen historikus adatunk a bitcoinról. Amit azonban érdemes megnézni, hogy 69 hónap alatt ért el az S&P ugyanarra az árszintre, mint ahol a kamatvágás előtt indult. Magyarul a kamatvágás nem emelkedéssel szolgált az S&P részvényindex tulajdonosok számára, sokkal inkább egy korrekció volt megfigyelhető, ami most ezen a csárton egész jól el van laposítva, de hogyha megnézzük, akkor látszik, hogy ez egy körülbelül hát egy 50%-os esést mutatott. Ugye beszéltem nektek korábban arról, hogy várok egy korrekciót a Nasdaqon, S&P-n, Dow Jones-on, és azóta estünk is körülbelül 10%-ot, de én további esésre számítok, és ennek egyik oka egyébként ez a kamatvágás, ez a kamatcsökkentés, ami egyébként az aranynak az egyértelmű emelkedésével járt, és amíg az S&P visszajutott ugyanarra az árszintre, ahol a kamat csökkentés megkezdése előtt volt, addig az arany emelkedett 200%-ot gyakorlatilag, illetve elkezdett konszolidálni, és ahogy elkezdett esni az arany, úgy kezdett el emelkedni az S&P. Nézzük meg, hogy mi zajlott itt a bitcoinnak az élettartamában, tehát amikor 2019 augusztusában, illetve már júliusában elkezdték csökkenteni a kamatokat. Nos, az történt, hogy az arany az újra egyből elkezdett emelkedni, emelkedett 43%-ot egyből, és gyakorlatilag az S&P ez alatt az idő alatt szintén emelkedett egy nagyon picit, de egy kemény korrekció is érte, ugye ez volt ez a Covid crash, ami egy flash crash volt, ha megnézitek, ez igazából két havi gyertyát érintett, és csak ezután a korrekció után tudott elkezdeni emelkedni. Míg a bitcoin gyakorlatilag egy oldalazó mozgást végzett, neki sokkal kisebb volt a arányaiban természetesen, tehát a saját volatilitásához képest sokkal kisebb volt ez a csökkenés, ez a korrekció, de altogether 1687%-ot emelkedett a bitcoin, amíg az S&P 122%-ot. Tehát gyakorlatilag sokszorosan túl szárnyalta az emelkedésével az S&P-t, és most folyik egy latolgatás arra vonatkozóan, hogy hova fogják sorolni az intézményi befektetők a bitcoint. Vajon ez egy safe haven lesz, tehát egy menekülési út, mint az arany,
vagy sokkal inkább egy spekulatív elem, mint akár a részvények vagy a részvényindexek. És ezzel kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy is. Egyrészt nagyon pici a piaci kapitalizációja jelen pillanatban, hiszen még csak most január 11-én indították el az első spot bitcoin ETF-et, viszont olyan megnyilvánulások vannak komoly nagy bankoktól, lásd a Kína egyik legnagyobb bankját, illetve hanem a legnagyobb bankját, aki konkrétan azt mondta, hogy digitális arany, illetve hát Larry Fink is ezt állította egy utóbbi interjúban. Úgyhogy most szeretném nektek megmutatni azt az extra mutatót, aminek szerintem sokkal nagyobb hatása van arra, hogy mikor és milyen mértékben kezd el emelkedni, akár a BTC, akár az indexek. Ha megnézitek, itt a kamatvágás kezdete, de nyomtatni csak itt kezdenek el. Ugye ez a USM2-es, szintén a Federal Reserve által számunkra kibocsátott mutatócsárt, amit gyakorlatilag, ami azt mutatja, hogy mennyi likvid eszköz van a piacon, tehát gyakorlatilag a pénznyomtatásról van szó, illetve minden egyéb könnyen értékesíthető elemről. Amikor elkezdték nyomtatni gyakorlatilag a dollárt, és egy körülbelül 38-40%-os emelkedés ment végbe az M2 indexen, akkor emelkedett a bitcoin 1657%-ot. Már elkezdhette volna az emelkedést itt természetesen, de a maga a kamatcsökkentés az inkább korrekciót okozott a bitcoinnál. Úgy, ahogy az S&P-nél, és úgy, ahogy az aranynál egy emelkedést. Ugyanakkor én azt mondom, hogyha valaki mondjuk hosszú távon tart bitcoint, akkor nem biztos, hogy azért el fogja adni, mert most lesz egy kamatcsökkentés. Sokkal inkább arra gondolok, hogy érdemes ezt a rövid távú süllyedést esetleg átvészelni úgy, hogy mondjuk a nagy rizikójú altoktól az ember egy jobb pillanatában megszabadul. De nem dollárra kell váltani, természetesen, véleményem szerint legalábbis. Én legalábbis arra gondolok itt, hogy meg fogom nézni a portfóliómnak azt a részét, amire azt mondom, hogy nagyon-nagyon kemény hatással lehet ez a kis korrekció, és abból bitcoint veszek, de amint látom azt, hogy a bitcoin korrigál ebből, illetve egy disztribúciót indít el, hiszen ez a lefele mozgás, ez csak egy manipuláció, tehát amint a konszolidációból a manipuláció után elindul a disztribúció, akkor természetesen ezeket az altokat is vissza fogom vásárolni. Ez nem fog minden altot érinteni, tehát a nagy piaci kapitalizációjú altjaimat például nem fogom emiatt értékesíteni, illetve bitcoinra váltani, de ezt mindenkinek magának kell ugye eldöntenie. Van, akinek már a maga a bitcoin tartása is egy nagyon rizikós dolog. Nagyjából ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Kérlek, ha még nem tetted meg, akkor lájkold a videót, oszd meg valakivel ismerősöddel, hogyha úgy érzed, hogy másnak is hasznos lehet, és remélem, hogy veled is nem sokára találkozunk a Discordon, és ha se feled, hogy a profit faktor benned is ott van, mint mindenki másban. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy a dollár vagy a bitcoin legyen veletek. Sziasztok, találkozunk a következő videóban.